A csütörtökön 19 órakor kezdődő labdarúgó mérkőzés miatt a városban már 12 órától megnövekedett forgalommal, forgalmi rendváltozással kell számolni. A meccs körülményeiről Cserpalkovics András polgármester közösségi oldalán tájékoztatta a lakosságot. A német csapat szurkolói várhatóan 14 óra körül indulnak el a Várkörút, Prohászka út, Mártírok útja vonalon az újváraljasori szurkolózónába, majd onnan a mérkőzés előtt a MOL Aréna sóstó felé. Sok német szurkoló várható, és a hírek szerint nem csak olyan német szurkolók érkeznek, akiknek van jegye, hanem olyanok is, akik egyébként nem fognak tudni bejutni a stadionba. Ezt nem tudjuk pontosan fölmérni, de természetesen a rendőrség és a klub is próbál minden előkészületet megtenni. Ebből adódóan már a kora délutáni óráktól megnövekedett forgalomra, torlódásra lehet számítani a belváros és a stadion környékén. A hazai szurkolók 16:30-tól gyülekeznek a pláza előtt, és onnan indulnak el a Palotai út, Széchenyi út, Csíkvári út útvonalon. Kérik, hogy aki teheti, délután és este kerülje el a Sárkeresztúri utat, valamint a Szárcsa utcában időszakos lezárásokat is bevezet majd a rendőrség. A jegyvásárlás és a bejutás szigorú feltételekkel lesz majd lehetséges. Német szurkolók tekintetében is lépéseket tettünk a rendőrség előírásainak megfelelően, hiszen ők kinn a Fezen területén egy úgynevezett szurkolói zónába juthatnak majd hozzá a regisztrációt követően a jegyekhez. Nagyon fontos, hogy a hazai szurkolók pedig részben online, részben pedig szerdáig személyesen vásárolhatnak jegyeket, de nagyon szigorú a jegyvásárlás, hiszen okirattal kell a saját személyazonosságot egyébként igazolni, és csak és kizárólag az használhatja a jegyet és mehet be vele a stadionba, akinek a nevére azt kiállították. A polgármester ez idő alatt a lakosság türelmét és megértését kéri, a forgalomkorlátozás részleteiről pedig a polisz.hu weboldalon lehet tájékozódni.